és ebben a pillanatban elindult a Freddie Mercury handicap negyedosztályú futam. Riddick kezd nagyon erősen, mellette ott van Kacsanka, ők ketten húzzák a mezőnyt, bent a falon Alcavella kívülről galopozik fölfele Ruca, illetőleg még kívülebbről Risk Rebellion próbálja megindítani azt, hogy a fejbe tudjon kerülni. Akik zárják a mezőnyt, az belül tűzfészek, kívül pedig Rubikon, akkor, amikor érkeznek a kanyarba, Riddick vezetésével, Riddick mellett ott galopozik Ruca, aztán Kacsanka, illetőleg Melioria kettőse követi őket, följebb tudott jönni tűzfészek, a mezőny végére pedig Alcavella csúszik vissza, egészen kívülről nagyon nagy ívben kanyarodik Rubikon, ezzel nagyon sok teret veszíteni fog. Megszökni látszik egyébként Riddick. Riddick előnye egy olyan jó 2-3 hossz is lehet Rucával szemben, aztán Melioria, majd pedig Kacsanka, tűzfészek a további sorrendünk. Ott van Risk Rebellion is, és továbbra is a mezőny végén Alcavella színei, hát nagyon kívül megy Rubikon ebből a szembe kamerából, jól láthattuk. Menet közben csökkent Riddick előnye Rucával, illetőleg az üldözőből, hogy további tagjaival szemben galopozik egyre följebb Melioria, most már ő van ott a második pozícióban, fej-fej mellett a Rubikon, illetőleg Kacsanka, tűzfészek pedig még mindig a hátsóbb régiókban tanyázik, most próbálkozik az előre menetellel, akkor, amikor érkeznek a második utolsó kanyarba, de még mindig Riddick vezet. Nagyjából 800 méter van még hátra a futamból, Riddicket lassan utolérik a többiek. Elsőként Melioria, bent a falon Kacsanka, érkezik Risk Rebellion, tűzfészek szintén a barrier mellett, Rubikon változatlanul a pálya közepén, a sor végére Alcavella mellé csúszik vissza a nagyon-nagyon régen látott Ruca, úgy tűnik, hogy eddig bírta, és most teljesen kiszakad. Riddick mellett, ott kívülről még lehet, hogy így is el fog menni Rubikon, tehát az újabb kanyar végén is jó néhány hossz fog veszíteni. Közelebb van Melioria, illetve Kacsanka is ki tudott most jönni a falról, tűzfészeket és elindítja most lovasa. Jönnek tehát a favoritok, úgy tűnik, ére kerül Melioria, illetve tűzfészek. Melioria van belül, mellette tűzfészek, kívül Rubikon, Kacsanka és Riddick. Ők küzdhetnek a kisebb helyezésekért. A győzelem az vagy Melioriája, vagy esetleg tűzfészeké lehet majd. 100 méter van még hátra. Melioria vezet, tűzfészek folyamatosan próbálja támadni, de fél hossz, egy hossz még mindig Melioria előnye. A végén még egyszer talán elindul tűzfészek, de Melioria fog győzni. Melioria a nyerő. Tűzfészek a második, és a Rubikon végig kívül versenyzett, így is ő lesz majd a bronzérmes.